A véradások párhuzamosan tartották meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kezdeményezett lakossági szűrőprogramot március 11-én hétfőn a Csorné Művelődési Központban. Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének igazgatója beszélt a tapasztalatokról. A mai rendezvény ez a szokásos véradás, aminek időről időre helyt ad a Csornai Művelődési Központ, és ezzel párhuzamosan itt Vármegyénkben első alkalommal történik a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai által egy felkészítés azokra a szűrővizsgálatokra, amik egy kicsit komplexebbek, mint amit eddig a Magyar Vöröskereszt Vármegyei Szervezete végzett. Ennek a folyamatnak a betanulása, rendszer betanulása zajlik jelen pillanatban, úgyhogy szűrővizsgálatokkal is várjuk az ideérkezőket. Mit szűrnek? Hát különböző szűrővizsgálatok vannak, ami a vérből különböző vizsgálatokat végeznek a kollégák, húgysav, koleszterin, férfiaknál a PSA szűrés az, ami nagyon népszerű ebben a körben, csontsűrűségmérés, inbody mérés, kardiológiai vizsgálat, és dentálhigiénikus végzi a száj vizsgálatát, ami bevallom őszintén így a szűrővizsgálatok tekintetében azért ritka, mi még ilyet igazából eddig nem végeztünk. És ez a úgynevezett konstrukció, együttműködés, ez miért fontos? Hiszen most itt a földszinten zajlik a szokásos véradás, ott fent a szűrővizsgálat. Igazából mi ebben az újdonság, és miért kell ezen változtatni, ezen az együttműködésen? Igazából az együttműködésen nem kell változtatni. Annyira szép eredményekkel zárul időről időre a csornai véradás, hogy itt lehet 12 órától este 6 óráig biztosan elérünk 100 olyan főt, aki ezekre a vizsgálatokra kíváncsi, jelentkezik, eljön, és az eredményekkel tovább tud lépni, mert hogy ezeket az eredményeket az EST-ben rögzítjük, és ezt követően pedig szakorvosi ellátásra is, illetve házi orvos által tudják ezeket az eredményeket majd mérlegelni, hogy hova, hogyan tovább. Úgyhogy gyakorlatilag ez nem állandó jellegű lesz, hogy szűrővizsgálat színesíti a csornai véradást, ez egy alkalmi jellegű dolog, mivel mi is egy kezdőponton vagyunk a szűrővizsgálatoknál, mi is igyekszünk majd kialakítani azt a rendszert, amivel a Vöröskereszt Vármegyei Szervezete tudja működtetni, de maga a szerződés, hogy itt a Vöröskereszt és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ezt a vizsgálatot betanulja, majd folytatja. Ez egy országos program és országos igazgatóság által menedzselt program. Tehát a későbbiekben lehet szó arról, hogy akár a véradásoknál szűrésekkel is találkozunk, tehát aki mondjuk eljön vért adni, az egyben egy szűrésen is részt vett, és egy olyan képet kap az egészségi állapotáról, ami már azért támpontokat adhat. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan véradó helyszínek, de nem feltétlenül kell, hogy véradó helyszínhez legyen kötött. Eleve, aki véradásra eljön, az már képet kap az egészségügyi állapotáról, hisz maga a véradás is egy bizonyos, megvannak a véradásnak is a feltételei, amik orvosi vizsgálat és bizonyos elemeknek a vérből kimutatása, amivel alkalmas vagy nem alkalmas az illető arra, hogy vért adjon. A véradók száma, ön említette, hogy Csornán nagyon sokan adnak vért, ide érdemes eljönni, hiszen aktívak a csornaik a véradásban. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy igen, aktívak, visszatérők a csornai véradók, de nagyon jó példamutatás. Azt kell, hogy mondjam, hogy Csorna településén, de a környező településeken is a település vezetők, például a csornai önkormányzat vezetői is véradóként jönnek minden egyes alkalomra. És azt gondolom, ez a példamutatás, ez másokat is megfog és megtart ebben a szerepben, hogy vért adjunk és másokon segítsünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúton is, hogy segítenek azzal, hogy helyszínt adnak, illetve segítenek abban, hogy toborozzák ők is a véradókat Csorna településen. Köszönöm. Én is köszönöm.